Köszöntök minden kedves nézőt, én Dani vagyok, és ez most itt egy újabb elemző jellegű vlog videó lenne, ugyanis nagyon sokan kértétek ki a véleményemet, ahogy a cím is utal rá, Vettel kanadai büntetésére, és úgy magáról unblock a kanadai nagydíjról. Van egy versenyszimuláció, egy verseny elemző sorozatom, és akkor most úgy gondoltam, hogy azt is egybe vonom ezzel a videóval, ugyanis nem készítek külön gameplay és háttér kommentárt, hanem így kicsit személyesebb beszélgetős formában szeretném elmondani a hétvégéről való, és természetesen a büntetésről való véleményemet. A képi anyag nem lesz más, csak az én csodálatos arcom és hangom, szóval ha valaki esetleg mást is szeretne olvasni, böngészgetni, nyugodtan elkapcsolhat a YouTube videóról, és csak hallgathat. Természetesen megtisztel, ha végignézitek a videómat, és utána esetleg hagytok egy kommentet, hogy így is egy intelligens interakciót folytassunk, és vitát a komment szekcióban, ugyanis nem vagyunk egyenlők, és a véleményeink sem kötelező, hogy megegyezzenek. Én talán egy picit más perspektívából nézem, egy szakmai perspektívából a Form 1-et, és talán emiatt sokatoknak értékes lehet a véleményem. Csapjunk is bele! Kanada. Egy olyan pálya, ahol a hátsó tapadás nagyon fontos, mindenki egy picit alul kormányzottabb autóval megy, mivel a hátsó gumikat óvni kell, nagyon-nagyon sokan nyújt a kigyorsítás, ami megeszi a gumikat, ha túl kormányzott, vagy csak normálisan balanszos az autó. A Ferrari az egész szezonban azzal küzd, hogy az autónak az elejét nem tudja kellőképpen befordítani, de most gyakorlatilag minden autónak olyan Ferrarisnak kellene lennie, szóval emiatt a Ferrari optimistán érkezhetett meg a hétvégére. Optimistán főleg úgy, hogy 3 darab DRS zóna van, sok-sok hosszabb egyenes, és legalább az időmérős módja a Ferrarinak már úgy tűnik, hogy erősebb, mint a Mercedesé, és bizony Sebastian Vettel, aki egy fantasztikus kör teljesített, és 7 tizedet vert a nem nagyon hibázó Charles Leclerc-re, megnyerte az időmérőt. De nem az időmérőn osztják a pontokat, nem abból áll a verseny hétvége, és bizony a vasárnap újra egy szomorú realitást mutatott. Ugyanis a Mercedes 7-8 tizeddel, vagy akár egy másodperccel volt gyorsabb Lewis Hamiltonnal, körönként a Ferrarinál, bizony ez szomorú. És hogy miért lehet ez? A Mercedes azért nem annyira jó egyenesben, a motorjuk nem igen gyenge, de jóval nagyobb az autójuk légellenállása, és nem annyira hatékony talán az aerodinamikája, viszont a kanyarokban a nagy leszorító erő miatt hosszú távon sokkal jobban tudják kezelni a gumikat. Mondták sokan, és ez egy óriási tévhit, hogy Hamilton csak a DRS miatt tudta tartani Vettelt, ez egy nagy hülyeség, DRS zónába bekerülés és ott maradása sokkal nehezebb, nemhogy könnyebb, mivel hiába nyersz pár tizedet az egyenes folyamán, a kanyarokban ennek sokszorosát veszíted el a turbulens levegő miatt és a csökkent leszorító erő miatt. De Hamilton játszik könnyedséggel követte Vettelt az első stintbe, és a második stintbe, amikor Vettel mindössze 2 körrel ment ki hamarabb a boxba, és kialakult Hamiltonnek egy 5 másodperces előnye, azt is 3-4 kör alatt ledolgozta, és utána folyamatosan 5-6-7 tized másodpercből követte a német versenyzőt. Aztán jött egy kis forgalom, ott volt Vettel előtt a lekörözöttek boja, kapták a kék zászlót, ezt a megcsúszása kanyarja előtt a bal oldalon láthatjátok, a bejárat a bal oldalán, és jött a turbulens levegő Vettelnek is, talán a nagyon-nagyon sok csúszkálás miatt kicsit túl voltak melegedve a hátsó gumiai, nagy nyomást helyezett rá Lewis Hamilton, és éppen ezért belehibázott, picit átvágta a pályát, amivel nem tett szert előnyre, visszatért, megcsúszott pont Lewis Hamilton útjába, akit leszorított a pályáról és fékezésre kényszerítette a brit 5-szörös világbajnokot, és ezért az FIA vagy 10 kör tanácskodás után lecsapott a németre, és kapott egy büntetést. Kapott egy egészen érthetetlen, felfoghatatlan, szánalmas, dühítő büntetést, amit megóvott a Ferrari, de mindjárt azt is elmondom, hogy miért nincsen esélye visszaszerezni Vettelnek a 25 pontot és a győzelmet, mivel a büntetés annak ellenére, hogy ennyire dühítő, megadható volt. Mik a tények? Vettel megcsúszott, ott voltak előtte a lekörözöttek, túl volt melegedve a gumi, nem érintette a füvet, talán kicsit nagyobb tempót is vitt be a kanyarba Hamilton közelsége miatt, és tehetetlenül átcsúszott a füvön, visszatérve Hamilton útjába. Azért azt kell mondanom, hogy a füvön igaz nem tudott fékezni,
Látszik, hogy amikor letért a fűről, hamar gázra áll, azért megy el az autónak a hátulja. Ha ezt nem tette volna meg, hanem igazán türelmes, akkor Hamilton elmehetett volna mellette. Ugyanakkor semmilyen versenyző nem tett volna így, és nem erről szól a versenyzés. A büntetés megadható pont azért, mert valóban, ha így nézzük, akkor ez egy veszélyes visszatérés volt a pályára. De a Forma 1 az elmúlt években pont arra hajazott, hogy hozzuk vissza a régi szép időket, Schumacher Häkkinen, Schumacher Alonsót, amikor bizony nem kimérték egymást a versenyzők, és a mai nap is nagyon sokszor nem hagyják meg a kellő helyet, nagyon sokszor összeérnek, nagyon sokszor leszorítják egymást a pályáról, és azért sem jár szankció. És Hamiltonnak is volt csomó necces esete, csomó kétes esete, például a Hockenheimben, amikor átvágta dupla záróvonalat, ami egyértelműen szabálytalanság is, veszélyesen visszatért a pályára a box bejáratnál, amikor úgy döntött, hogy ha a csapat ránk jabál, akkor bizony meggondolja magát, ilyet nem tehet egy versenyző, de hogy ne rombolják szét a versenyét, nem kapott büntetést. Monakóban Daniel Ricciardo üldözte őt, ugyanúgy elfékezte a kanyart, mint Vettel, átvágta, Ricciardo emiatt jobban gyorsított ki, és egyszerűen odaszorította az Ausztrált a falhoz, és még nem is vizsgálták az esetet. Ott volt Mexikó 2016-ban talán, amikor elfékezte az autóját, és Rosberg, ha ott megpróbálja Hamilton bevenni a kanyart, akkor elment volna a brit bajnok mellett, viszont Hamilton csak úgy döntött, hogy padlógázzal átvág a kanyaron, és ezzel óriási előre tett szert, és azt sem nagyon vizsgálták, nem kapott érte semmilyen szankciót. Bottas nem vizsgálták azért, mert Bakuban kilökte 2017-ben Raikkonent, nem is vizsgálták azért, mert a boxba bemenett Monakóba feltartotta az egész bolyt, hogy végrehajtsa a Mercedes a dupla kiállást, miközben a Ferrari bármikor egy picit vétkez, vizsgálják, és a legtöbb szurkolónak ez nem tetszik, hogy bizony itt van egy kis korrupciószag, bizony itt van egy kis részlehajlásszag, és bizony ez nem jó, mert amúgy is a győztes alakulat favorébe megy, ami azért nem jó, mert így még nagyobb lesz az amúgy sem kicsi különbség az üldöző boly és a győztes alakulat a Mercedes között. És ezért fáj főleg Vettel büntetése. Nem azért, mert nem adható meg, mert megadható, és pont ezért nincs esélye a Ferrari jóvásának, hanem azért, mert csomószor Hamiltonnak is voltak kétes megadható szituációja, amit nem kapott meg. És ezért a legrosszabb dolog lenne Hamilton cídni, mert bizony, furcsa lehet belegondolni, de ő is csak egy játékszer a csapatok hatalmas politikája között, ő is csak egy kis ember, ő erről igazán nem tehet. Viszont talán a Mercedes tehet róla, ezt nem tudjuk meg, hogy ki mennyit fizet kinek, nem tudjuk meg, hogy van-e egyáltalán korrupció, de mindenképpen szomorú. Mindenképpen szomorú azt látni, hogy míg régen a Ferrari, amikor dominált, mindennel megpróbálták őket ellehetetlenni. Betiltották szó szerint a box kiállást, ami a gumigyártójuknak abszolút nem kedvezett 2005-ben. A Red Bull-nal folyamatosan vették le a hajlékony elemeket, folyamatosan mindennel vádolták őket, mindenért vizsgálták őket. És bizony a Mercedes dominanciája alatt nem úgy tűnik, hogy őket vizsgálják, hogy őket megpróbálják ellehetetleníteni folyamatos szabályváltoztatásokkal, hanem éppen az tűnik, hogy még van egy kis hátszerük is, és úgy, hogy ők végzik a legjobb munkát, úgy, hogy nekik van a legtöbb pénzük, úgy, hogy nekik van a legtöbb szakemberük Angliába, a legjobb szakemberekkel, úgy bizony nagyon-nagyon nehéz bárkinek is felvenni ellenük a versenyt, és már így is fölülírtak minden dominanciát. A statisztikák szerint már a Ferrari dominanciája előtt vannak. A Red Bull ehhez hozzá sem hasonlítható 2011-el és 2013-mal, nem mondjuk, hogy 4 évig domináltak, mert 12 mikor dominancia, amikor 6 különböző konstruktőr nyert, és 8 különböző versenyző a szezon folyamán. Ezt hol nevezhetjük dominanciának? Emlékszem, amikor még Maldonado tudott futamot nyerni, amikor Kimi Räikkönen tudott futamot nyerni, amikor Grosjeannak dobogói voltak, amikor nagyon sokan tudtak futamot nyerni, és most már erre esély sincsen, amikor Hülkenberg is harcolt az élért. Most ezeknek a csapatoknak már perces lemaradásuk vannak, és csak azért nem körözik le már a negyediket is a versenyen, mert a Mercedes általában, ha elő van, altat is nem húz el. De látjuk, hogy amint rálépnek sajnos a gázra, és főleg versenyen, mert már a Ferrari motorerője időmérőn megelőzte őket, de versenyen még mindig úgy tűnik, hogy hatékonyabban működik az a Mercedes motor, és a hírek szerint kevesebbet is fogyaszt, tehát 8-10 kilóval könnyebb autóval körözhetnek a versenypályán, ami kapásból sok tized másodperc, ezek mellett ugye a gumikat is jobban kezelik. Versenyen látjuk, hogy amint elkezdenek egymással csatázni, amikor egy kicsit rá kell lépni a gázra,
azonnal utalérik, vagy ott hagyják az ellenfeleket, és még a időmérőn egy picit labdába tudnak rugni, de azt is bőven ilyen 20-30%-os arányban csak az ellenfelek, akkor sincsen esély a csillagos márka ellen. És természetesen nem feltétlenül igazságos az, hogy nem támogatjuk úgymond a zsenialitást, és hogy próbáljuk őket visszahúzni, de azért a szurkolónak fáj, hogy a legtöbbször az élen haladó csapatokat mindig próbálták visszahúzni, és valahogy ez a Mercedes esetében nem történik meg. És épp ez a baj, épp ezért éri a Forma 1-et a legnagyobb kritika, és épp ezért történt az, hogy a történelemben, amióta van Forma 1-nek YouTube csatornája, a Forma 1 2019 kanadai nagydíj összefoglaló videóján sokkal több volt a dislike, több 10 000 dislike a like-hoz képest, és bizony, ez egy nagy kivétel, és bizony látszik, hogy a szurkolók is elégedetlenek, és a saját szememmel látom, hogy barátaim most már inkább elmennek máshova, és még ismétlésből sem nézik vissza a versenyt, maximum YouTube-on a legjobb jeleneteket, amik hát kérdésesek, hogy milyen legjobb jelenetek, és folyamatosan csökken és csökken a nézettség. És tényleg szomorú, hogy úgy látjuk, hogy még az a pici esély, amire akár több száz napig várunk, az is csak fent egy toronyban el van döntve, és abszolút ellehetetlenítik az ellenfeleket, és ellehetetlenítik a versenyzést, és ez véleményem szerint, és nagyon-nagyon sok szurkoló szerint igen szomorú. Biztos tévedek, lehet, hogy nem ilyen az egész, lehet, hogy tényleg csak erős a Mercedes, és minden igazságos, bár ezt őszintén nagyon-nagyon nem hiszem el. Nekem megvan a véleményem, én Forma 1 és technológiai rajongója vagyok, szóval én ugyanúgy nézem a futamokat, és reménykedem, hogyha esetleg nem is az élet, legalább a középmezőnyben egy remek csata folyik, de megmondom őszintén, azért néha én is elég csalódott vagyok. Ennyi a benyomásom, ennyi az érzelmem, ennyi a kis meglátásom, a kis információ. Nagyon remélem, hogy végighallgattátok ezt a videót, legalábbis mindenképpen megtisztel. Ha igen, csapassatok rá egy lájkot, és ha nem tettétek volna, még iratkozzatok fel a csatornámra. Én köszönöm szépen még egyszer a megtisztelő figyelmeteket. Én Dani voltam, és sziasztok!